Sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Én Balta Tusek Nébolya vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Balta Tusek János vagyok. Mi vagyunk a PPA 10-es igazgatóházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a kérdéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, hát a legutolsó az ács volt, avval foglalkoztam. Mára viszont a feleségemmel együtt a PPH tanulói szervezés a fő tevékenységünk. Gyulán élünk, családi helyzetem. Van egy feleségem és egy lányom. Azért kezdtem a Nyílt Akadémián tanulni, mert kerestem egy olyan helyet, ahol kibontakozhatok és kipróbáltam magamat, a képességemet, bár az elején fogalmam nem volt, hogy végülis milyen távlatokat nyit ez az egész, de hát cseppet se bántam meg, hogy idejöttünk és aztán csatlakozott Ibolya is, mert itt tanultunk meg igazán élni és magunkkal bánni és másokkal is, hogy hogy kell bánni és hogy is kéne a világhoz állni ahhoz, hogy lehessen egy jobb életünk, hogy lehessen egy boldogabb földbolygó. A PB előtt foglalkozásom civil foglalkozás, mint kereskedelmit végeztem, és mint a párom már elmondta, hogy a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni, mert, mint ahogy párom mondta, én 4 hónappal később csatlakoztam, és ezáltal volt lehetőségem belehallgatni nem csak az első díjmentes részeket, hanem a második részben is. És nekem először is a mester fogott meg, Szeretcsik Miklós, hogy ő olyan tudást és olyan tanítást ad át, amit be tudok építeni a hétköznapi életembe. És nekem ez nagyon fontos volt, hisz teli voltunk problémákkal, és nagyon sokfele voltunk képzéseken, tanfolyamokon, és igazából nem volt olyan megoldás és módszer, ami által meg tudtuk volna oldani a problémáinkat. És ez volt az első indítatás, amiért én itt elkezdtem tanulni a Nyílt Akadémiánál. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honolt Rész ZRT, a Nyílt Akadémia, Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. 1984 óta Budapesten élt családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. 2 fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik az emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van a saját szervezésű csapata. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. A vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetésével már több 100 000 ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több 10 000 ember képzésében vett részt. Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósításához olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse. Oly módon, hogy közvetlen égi forrásból az emberiség számára tudást és képességeket tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak az aranykorba bejutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az életek közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai első képzést.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Érdekes, egy világban élünk, nem? Hát és mit lehetne tenni ezzel a világgal? Jobbá tenni, így van. A jó, és kik tehetik jobbá ezt a világot? A jó emberek, így van, a jó emberek. A rossz emberek azok jobbá teszik ezt a világot? Ez ki van csukva? Ugye kik a rossz emberek, akiket úgy nevezünk, hogy elnyomók? Ugye szociopaták, akkor pszichopaták, úgyhogy ugye a szociopata az, akinek gyerekkorban alakul ki, hogy ő elnyom másokat, a pszichopata az pedig genetikailag örökli ezt a tulajdonságát. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi miatt van ilyen genetikai elnyomó képesség? Hát lehet, hogy meredek lesz, amiről most fogok beszélni, de én úgy gondolom, hogy az embernek azért tudnia kellene azt, hogy honnan is vagyunk. Tehát én nem tudom, hogy azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy bőven elég annyi tudás az emberiség létrejöttéről, történelméről, amit az iskolákban tanítottak, ami édes kevés, mert ugye az iskolában tanították az elmúlt pár ezer évet, max eljutottunk ugye az ősközösségig, és próbáltak vele olyasmi félreinformálást csinálni, hogy az ember azt gondolja, hogy az evolúció része. Hát nyugodtan meghagyom mindenkinek a választási lehetőséget, természetesen, hogy ő azt gondolja, hogy az evolúció terméke, vagy azt gondolja, hogy ő egy teremtett lény. Tehát az evolúció terméke az azt jelenti, hogy hát akkor az egysejtűből lettél. Hát ha azt gondolod, hogy az egysejtűből lettél, én meghagylak ebben a tudatban. Az egysejtűt úgy hívták, hogy papucsállatka. Hát ha te papucsállatkából származol, én ezt nyugodtan meghagyom a te tudatodban, semmi gondom nincs ezzel. De gondoljuk végig, hogy mondj egy olyan dolgot a világban, tehát itt a saját világodban, mondj egy olyan dolgot, amiben ha nem teszel bele fizikai energiát, akkor az szebbé válik, jobbá válik, fejlődik, stb. Stb. Tehát egy ilyen dolgot mondjál itt a Földön. Gyakorlatilag nincs. Nincs. Ami azt jelenti, hogy hát most a Földön nincs olyan dolog, ami beletett, értelmes lény által beletett fizikai energia révén jobbá válna, akkor hogy fejlődött az emberiség? Hogy fejlődött maga az ember? Hát gondold végig. Tehát a Földön nincs olyan, hogy gyakorlatilag hagyjuk és akkor szebb, jobb lesz, akkor az ember hogy lehetett szebb és jobb? Tehát el kellene ilyen dolgokon gondolkodni. Tehát erre ezt tudnám mondani, hogy ébresztő. Ébresztő. Tehát nem elég az, hogy hülyeséget tanítanak, mondanak, hanem gondolkodni kellene. Logikusan. A logikus gondolkodás pedig azt mondja, hogyha
megnézzük, ha nem lennének házi állatok, ha az ember nem háziasította volna. Érted? Tehát azért lettek egyáltalán házi állatok, mert az értelmes lény, maga az ember, az háziasította az állatokat, a vad állatokat. Érted? Tehát ugye lehet azt mondani, hogy mit tudom én, honnan származik, mit tudom én, a tehén, honnan származik a tyúk, honnan származik a kutya, a macska, stb. Stb. Lehet, de az ember közreműködésével lett olyan, amilyen. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogyha megnézed mondjuk az állatokat, amelyek vadon élnek, és ahol nem avatkozott bele az ember a fejlődésébe, az állat fejlődésébe, az ugyanolyan, mint régen. Semmi különbség nincs. Ahol viszont az ember, mint értelmes lény, beavatkozott az állat fejlődésébe, akkor lett belőle egy házi állat. Például ott van a vaddisznó és a házi disznó közötti különbség, igaz? Érted? Ha megnézed a különbséget, a házi disznóhoz hasonló vad állat, vad disznó létezik? Nem. Nem létezik. Hát hol van csupasz disznó vadon? Hát a házi disznó az majdnem csupasz, körülbelül annyi szőrzete van, mint az embernek. Érted? A vaddisznó az meg tele van bundával. Érted? Hát hol láttál olyat, hogy vaddisznó? Hát ha gondold végig, a nagy hidegben a vaddisznó megfagyna, ha csupasz lenne. Érted? Hát azért nem fagy meg a házi disznó, mert az ember gondoskodik róla, hogy legyen neki helye, ahol összebújnak a nagy hidegben. És bemelegítik a saját testükkel, ugye az oljukat. Oké? Tehát mondom, érdemes végig gondolni, hogy az állatoknál a változást az hozta létre, amikor az ember beavatkozott. És nem tudom, tudjátok-e, hogy miért csupasz a házi sertés? Miért nem szőrös? Furcsa lesz, amit mondok, mert emberi géneket raktak be a múlt században, a disznóba. Hoppá, a vad disznóba. Oké? Tehát ami azt jelenti, tehát emberi, nem az értelmet adták a házi sertésnek, hanem a test működését, érted? A szőrtelenséget. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy honnan is lehetünk. Tehát melyik, ha az ember logikusan gondolkodik, melyik a jobb neked, mint egyénnek, melyik a jobb? Ha te a papucsállatkától származol, tehát mondhatjuk azt, hogy állatból lettél, lehet, hogy az is vagy. Most is. Vagy olyan értelmes lénynek tartod magad, amelyet még értelmesebb lények teremtettek. Melyik a jobb? Hát én nekem tök mindegy, hidd azt, hogy te az állattól származol, akkor most is állat vagy. Én nem hittem ezt sose. Nekem az fura volt, amit biológiából tanítottak ebben kapcsolatban. Evolúció, meg ilyen baromságok, ugye ez a darwinizmus. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és ez a hetedik emberiség. Tehát a hetedik emberiség.
hat emberiség már ezen a bolygón volt, és eltűnt. Ami azt jelenti, hogy mind véget ért, mindegyik emberiség véget ért, és újraindult. Tehát ez olyan, mint mikor megáll az órád, érted? És akkor mondjuk elemet kell cserélni benne, vagy föl kell húzni, és akkor újraindul az óra. Tehát minden emberiség az gyakorlatilag újra lett indítva. És eltérésekkel lett újraindítva. Tehát például voltak itt olyan emberiségek, hogy sokkal magasabb méretűek voltak. Hát mit gondolsz, miért csináltak akkora régen az akkora házakat? Hogy mit tudom én, 6 méteres bejárat. Érted? Bejárati ajtó, 6 méter magas. Hát minek egy, mit tudom én, ugye azt tanultuk, hogy régen alacsonyabbak voltak az emberek, az ókorban. Hát akkor tegyük föl, mondjuk most az átlag magasság az valami 160 valahány centi. Akkor, ha alacsonyabbak voltak régen, akkor mondjuk 140 centi volt az átlag magasság. Azoknak minek kellett 6 méteres bejárat? És akkor megmagyarázták azzal, hogyha ilyen épületben nem mennek, akkor elájuljanak. Érted? Hogy elámuljanak. Oké? Okay. Jó, tehát nem ezért. Hát mert voltak olyan lények, amely sokkal magasabbak voltak. És ugye lényeges különbség volt az előző emberiség és a mostani emberiség között. Ugyanis az előző emberiségnek nem voltak érzelmei. Tehát nem voltak érzelmei. A mostani emberiségnek megvannak érzelmei. De képzeld el, most is élnek olyan emberek, akiknek nincsenek érzelmeik. Ők a pszichopaták. Oké? Okay? Az uralkodó osztály a világban, a királyok és a királyi családoknak nincs érzelmük. Oké? Okay? Tehát ebben a megfogalmazásban mind pszichopata. Oké? Okay? És nem csak az uralkodó osztálynak nincsenek érzelmei, hanem nagyon sok olyan átlag ember van, akinek nincs érzelme. Ez a nagyon sok, ez relatív, mert a lakossághoz képest egy kis szám, de találkozhatsz ilyennel. Mit jelent az, hogy nincs érzelem? Nincs benne részvét, nincs benne sajnálat, nincs benne együttérzés. Érted? Nincsenek ilyenek mások iránt. Nincs ilyen. Tehát nincs mások iránt. Nem érez résztvételt, nem érez sajnálatot. Nincs olyan, hogy megbánás, nincs, hogy megbán dolgokat. Érted? Nincs ilyen. Tehát nincsenek benne érzelmek. Érzelmek. Ugye az a baj, hogy akiben nincsenek érzelmek, azok a pozitív érzelmeiket is visszafogottan tudják kimutatni. Megnézed az uralkodó házakat, hát nézd meg az ő pozitív érzelmeiket, hogy nyilvánítják ki. Ez a pozitív érzelem. Hogy mosolyog, látni rajta, hogy erőltetett a mosoly, és közben integet. Érted? Szóval, ezt most miért mondom? De hogy lett olyan, hogy van, akinek van érzelme, van, akinek nincs. Tehát az előző emberiségnél olyanok voltak az emberek, hogy nem volt érzelmük. Tehát az ember, akinek van érzelme, az nagyon érdekes, mert az úgy működik, mint egy állat. Tehát az állatnak is vannak érzései, érzelmei.
az azt jelenti, hogy mit jelent ez az érzelem. Ez azt jelenti, hogy az elméje az kettős működésű az embereknek. Tehát ez az öme. Tehát a nem pszichopatáknak kettős működésű az elméjük. Úgy működnek, hogyha rossz állapotban vannak, rossz hangulatban vannak, akkor működnek az állati ösztönök. Mit érdemes tudni az állati ösztönökről? Egy kis tanítás, jó? Módszereket úgyse adok, csak tanítást. Tehát azt érdemes tudni az állati ösztönökről, hogy fogja, valami történik az állattal, az elméje elraktározza azt a történést, és hasonló helyzetben azt az utasítást adja ki az állatnak, hogy úgy kell cselekedni, mint mikor az előző hasonló helyzet volt. Na, az ember is ugyanezt csinálja, ha rossz állapotban van. Oké? Tehát nagyon érdekes, mert az ember, mikor rossz állapotban van, akkor nagyon hasonlatos működést mutat, mint egy állat. Na most, ez azt jelenti, hogy hát hogy a manóba lett kétféle ember? Hát ugye logikusan azt mondanád, hogy akik maradtak az előző emberiségből. De nem stimmelne a dolog, mert az előző emberiség élettartama jóval hosszabb volt. Maga az ember élettartama jóval hosszabb volt. Akkor az azt jelenti, hogy a pszichopatáknak hosszabb ideig kellene élniük. Oké? Tehát ez sem a helyes válasz. Hát akkor mi lehet a helyes válasz? Az a helyes válasz, hogy az előző emberiség törlésénél létrehoztak egy új emberiséget, és kétféle embert hoztak létre. Kétféle embert. Az egyiket bőszen szaporították, a másikat meg kiszemelték a vezetésre. Tehát kiszemelték a vezetésre. Hát akik létrehozták az embereket. Hogy majd ők legyenek a többieknek a vezetőjük. Miért? Őket szemelték ki. Mert ha az ember vezet, embereket vezet, akkor nem használhatja az érzelmeit. Érted? Hanem csak a racionalitását. Mert ha az érzelmeket egy ember használja, akkor különbségeket fog tenni emberek között. Tisztán szimpátia miatt. És egy vezető az nem tehet különbségeket pusztán a szimpátia miatt. Tehet különbségeket, de nem a szimpátia miatt. Oké? És egy olyan ember, akiben vannak érzelmek, ugye az emberek többsége, túlnyomó többsége ilyen a bolygón, hát azok bizony különbségeket tesznek majd a szimpátia miatt. És ugye például egy uralkodó, az nem tehet különbségeket a szimpátia miatt. Világos ez? Ezáltal ugye kétféle emberiség lett elindítva, egy nagy számú olyan emberiség, amelyiknek kettős működése van, ha jó állapotú, akkor racionális és tudatos, ha rossz állapotú, akkor pedig hát működnek az érzelmek, és nem tud tudatos lenni, nem tud racionális lenni.
Na most ugye, de ha megnézzük, van egy nagy különbség a két ember között. A rossz állapotban lévő pszichopata akkor is racionális. Érted? Mert nincsenek érzelmei, nincsenek érzései. Tehát létrehozták ugye a kétféle embert, magától hogy jött volna létre a kétféle ember? Azt mondtad volna, hogy mutálódik? Mitől? Összepárosult az egyik az állattal, a másik meg nem? És akkor lett egy állati vonal az ember és az állat párosodása vége? Ugye ezt nem gondolod komolyan. Tehát most csak ez azért mondom, mert ezeket a kérdéseket valahogy mintha az emberek nem tették volna föl maguknak, hogy hogy a manóban van akkor kétféle ember? Hogy úgy van, akinek vannak érzelmei, és hogy van az, akinek nincsenek érzelmei. Tehát a civil életben találkozhatsz olyan emberekkel, akiknek nincsenek érzelmei. Tehát nincs bennük megbánás, nincs bennük részvét, nincs bennük együttérzés, nincsenek ilyen érzések. Érted? Szóval gondold végig, hogy létre lett hozva az ember. Minden emberiség úgy lett indítva, hogy lett egy reset, törlés, oké? Törölj, törölj, tudod? És utána létrehoztak egy újat. De minden esetben úgy hozták létre, hogy a nulláról. Oké? Tehát nulláról, hogy éljék végig azt, amit végig kell élni. Hát az előző emberiségnek idézőjelben szerencsésebb volt a helyzete, mert ilyen 6-800 évig képesek voltak élni. Hát ha csak valaki agyon nem ütötte, tudod. De ha nem ütötte senki agyon, akkor hosszasan tudott élni. Tehát gyakorlatilag gondold végig az ilyen 10-szer annyi élettartam, mint ami most van. És ha azt megelőző emberiséget nézünk, még hosszabb élettartamú volt, azt megelőző emberiség még hosszabb élettartamú volt. Oké? Okay? Tehát az azt jelenti, hogy ahogy az emberiségeket létrehozták, egyre rövidebb élettartammal hozták létre. Hát de mi lehet ennek az oka? Mi lehet az oka, hogy kurtították az élettartamot? Meg eleve miért kellett létrehozni az emberiséget? Na mindegy, ezt a kérdést most egyelőre napoljuk, de hogy miért kurtították az élettartamot? Mert gondold végig, ha egy ember meghűl, nem mindegy, hogy 20 évig meghűlt állapotban van, vagy 200 évig, vagy 2000 évig. Képzeld el, egy meghűlt értelmes lény, hát addig, ameddig él, képes arra, hogy meghűlt állapotban legyen. És ha hosszú az élete, akkor gondold végig a hosszú élettartam alatt mennyi ideig tud ártani. És mennyi ártást tud létrehozni. Tehát mennyi bajt tud okozni a többiek számára. És emiatt, hogy ugye erre rájöttek természetesen, ezért rövidítették az emberiség élettartamát, az emberek élettartamát azért, hogy a rossz emberek sokáig ne tudjanak rosszalkodni. Hát jó, de ezáltal ugye a jó emberek sem tudnak sokáig jó tetteket elkövetni,
mert nekik is rövidül az életük. Ha csak nincs olyan technológia a kezükben a jó embereknek, ami által meg lehet hosszabbítani egy ember életét. Oké? Szóval a lényeg az, hogy ebből látni, hogy egy kicsit gondolkodsz, hogy a darwini evolúció az max abban testesülhet meg, hogy az élőlények alkalmazkodnak a környezetükhöz. És ezáltal némi nemű változást mutatnak. De például, mit tudom én, mondjuk egy madárból nem lesz gyík, egy gyíkből sem lesz madár, érted? Most csak példaként mondtam. Mit tudom én, egy valakinek van egy csivavája, az a fajta soha nem lesz akkora méretű, mint mondjuk egy bernáthegyi. Nevelgethetnéd te azt a fajt évezredeken keresztül, vagy évmilliókon keresztül a csivavádat, akkor is olyan kis törpekutya maradna, érted? De ez fordítva is igaz a bernáthegyi esetében. Az meg nem töpörödne össze évmilliók során. Szóval, de próbálták az embereknek elhitetni, hogy hát mégis itt minden az evolúció függvénye. Csak akkor azt kérdezem, hogyha valaki egy kicsit tanulmányozta az evolúciót, akkor hogy lehet olyan, hogy volt egy, mondjuk egy élőlény, mondjuk egy állat, utána eltűnt, évmilliókra akár, és akkor hirtelen más formába előtűnik. Érted? Hogy? Hogy? Tehát konzerválódott a sejtje, és akkor utána közben, a konzerválódás közben átalakult. Hogy? De ez azt jelenti, hogy valakik létrehozták az előző állatot, majd valakik létrehozták egy következő, ami lehet, hogy hasonlatos ahhoz az állathoz, csak éppen nagyobb. Csak most mondtam egy példát. Tehát vannak ilyen tudományos értekezések azzal, ezt idézőjelbe teszem a tudományost, hogy ugye volt, amikor a dinók kihaltak, a dinoszauruszok kihaltak. És akkor azt mondták, hogy ugye azért haltak ki, mert volt valami olyan kataklizma, aminek a hatására ugye csak a kis állatok maradtak meg. És akkor az evolúció létrehozta, hogy megnőttek. Jó, tehát, és ezt így elmagyarázzák. Na most, ő ha azt hiszi magáról, hogy ő állat, aki ezekben a darwinista elméletekben hisz, nekem abban semmi gond nincs. Azt is, hogyha elhiszi, hogy az állattól származik, azzal sincs semmi gondom. Oda is való. Azok közé. Szóval, lényeg az, hogy volt egy múlt, és létre lett hozva kétféle ember. Oké? És az embernél, ha megnézed, hát igen, igen, érdekes hasonlóságot mutat az ember mondjuk a fejlett majomhoz. Mert ha megnézzük, szőrösek vagyunk, nem?
van aki ha a fején nem, akkor máshol, van aki a máshol nem, akkor a fején, tehát valaki, tehát mindenki valahol hordoz szőrt, mindenki, vagy a fején, vagy máshol. És hát ez is egy érdekes dolog, de minden élőlény tudott alkalmazkodni a környezetéhez, kivétel az ember, mert az ember csak úgy tud alkalmazkodni a környezetéhez, ha mitől még házat épít, fölöltözik, tehát ruhát csinál magának, stb. Stb. Érted? Addig, míg nem tudott termelni, akkor nagyfokú éhezésben volt az emberiség, emiatt nem tudott igazából szaporodni. Tehát ha megnézzük, az állatok alapvetően nem betegesek, az ember az hajlamos a betegségre. Hát most azt mondanám, hogy számold meg, hogy az életedben mióta megszülettél hányszor voltál beteg, nem tudnád megszámolni. Olyan sokszor. Tehát ilyen-olyan betegség. Oké? A nátha is betegség. Csak úgy mondanám. Hát még azt se tudnád megszámolni, hogy hányszor volt a náthás életed folyamán. Szóval, ha megnézed, hogy nem vagyunk alkalmasak az itteni olyan szintű életre, mint az állatok, mert ha az állatoktól származnánk, akkor mi nekünk is ugyanúgy kellene alkalmazkodni a környezetünkhöz. Nem úgy, hogy fölveszünk ruhát, meg nem úgy, hogy építünk házat, hanem hogy ellennénk egy barlangba mondjuk. Mint mondjuk a medve. Érted? Csak ahhoz, ugye megnézzük, akkor nem ennyi szőrnek kellene lenni az emberen, hanem sokkal többnek. Tehát ebből a szempontból sem stimmel az emberi evolúció, hogy hova lett akkor az alkalmazkodó képességünk. Nem gondolkodtatok ezen? Tehát mondom, gondold végig, neked melyik a jobb, neked személy szerint, hogyha te az állattól származol, tehát az állatoktól, valamilyen állattól származó, valamilyen szinten, vagy teremtettek, náladnál fejlettebb lények, teremtettek, és akkor fogták, ha ezt jobban megnézzük, mivel félig ilyen isteni működésünk van, amikor jó hangulatban vagyunk, félig meg állati működésünk, mikor a rossz hangulatban vagyunk, kivétel a pszichopaták. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van itt állati részünk is valamicske, de van egy jó adag isteni részünk. Na most ugye, ha megnézzük ezt az arányt, ezt tudod mennyi az isteni részünk? Egy átlag emberről beszélek, amiben ugye nem a pszichopatákról. Akkor az azt jelenti, hogy az isteni részünk az olyan 95-96%. Az állati részünk az olyan 4-5%. Ez az átlagember. Na most, de mégis, ha nem jó állapotban vagyunk, akkor képesek vagyunk arra, hogy az állati részünk működjön. Tehát ezért például, amikor azt látod, hogy mondjuk a szomszédod őrjöng, akkor mit szoktál erre mondani? Hogy nézd az állatját már. Oké? Szóval, akkor éppen a szomszédodnál az a 4-5% dominál. Tehát ilyen mértékben tud meghatározó lenni az akár ez a 4-5% is. De hogyha 95-96%-unk isteni képesség, akkor miért nem olyanok vagyunk?
Hát először is ott kezdődik, hogy miért nem olyanok vagyunk, hogy nem tudja az ember, hogy olyan is lehetne. Mert a kutya sem tanítja nekik. Világos ez? Hanem azt tanítják, hogy darwinizmus. Állattól származunk. Akkor csodálkozol, hogy az állati részünk domináns, mikor az ember azt se tudja, hogy benne van egy isteni hajtóerő. Isteni energiák, isteni gének. Hát mondok példát, hogy világos legyen, jó? Egy gyerek feltétel nélkül szeretettel születik, hogyha egy kiegyensúlyozott anyából bújik ki. De állandóan hülyézik, oké? Főleg az első 7 évében. Állandóan leértékelik, tudod milyen ember lesz? Egy olyan ember, aki béna az életterületeken, és nem tud helyesen cselekedni. Mondjuk egy másik ember, ugyanilyen helyzet, kibújik az édesanyjából, aki szintén kiegyensúlyozott volt, és nem leértékelik, hanem felértékelik őt. És az ilyen ember az életében így boldogul. Oké? A másik meg sehogy nem boldogul. Tehát azt, hogy a gyerekkorban, vagy akár később mit hitetnek el az emberrel, az meghatározó a hátra lévő életében. És most nem egy alkalomról beszélek, hogy egy alkalomban, vagy egy alkalomkor mit hitetnek el, hanem rendszeresen mit hitetnek el. Tehát ez azt jelenti, hogy gondolkozz. Ha ez ilyen mértékben meghatározza az életünket, egy gyerek életét, és egész életét, mire ugye felnőttként tölti, mert ugye várhatóan az életének a nagy részét az felnőttként fogja eltölteni, ennyire meghatározza, akkor vajon az mennyire határozza meg, hogy azt tanították az embereknek, hogy az állattól származik, és egy szót nem tanítottak arról, hogy csak egy pici részed van az állatvilágból, és a nagy részed az az isteni világból származik. Tehát ha valaki, egy ember el se tudja képzelni magáról, hogy ő mire képes, soha nem is lesz képes arra, amit el se tud képzelni. De hogy képzeljen el valaki valamit magáról, ami számára nem létezik? Nem létező fogalom. Hogyan? Tehát most az emberekkel elhitették azt kiskoruktól, a szülők, főleg itt a nyugati társadalomban, a nagy fejlett nyugati társadalomban, hogy az a jó, hogyha minél többet tanulsz az iskolában, általános iskolában főleg, hogy minél jobb alkalmazott legyél majd. Érted? Hogy legyen majd egy, szó szerint így mondták, legyen egy jó állásod. Na most, olyan szépen meg lehet mutatni, mi az, hogy állás. Én most állásban vagyok. Valahogy kifejező a szó, hogy aki állásban van, az nincs haladásban. Oké? De most gondold végig, az emberek nagy része itt a nyugati társadalomban leéli az életét állásban,
azért, mert azt tanították neki gyerekkorban, hogy majd legyen egy jó állásod, ezért tanulj, fiam. Tehát ennek következtében végig állásba marad. Na most, akkor ugye megkérdőjelezném azt, vagy megkérdezném először is. Megkérdezném, hogy az, aki állásba van, mennyire szabad? Szerinted az ember arra lett teremtve, hogy a pszichopaták rabszolgája legyen? Vagy lehet azt is mondani, pszichopaták, de szociopatákat is mondhatok, akiket elnyomtak gyerekkorban, és ezért ő is elnyomja a környezetét. Tehát arra hivatott az emberiség ebből a 8 milliárdból kb. Azt mondja, hogy ha levesszük a szociopatákat meg a pszichopatákat, akkor marad 6x8=48, illetve 8x8=64, akarom mondani. 6,4 milliárd ember arra hivatott, hogy rabszolgája legyen a pszichopatáknak. Hát ha te azt gondolod, hogy arra hivatott, akkor legyél. Hát nekem aztán tök mindegy. Lehet, hogy bennem az átlagnál nagyobb volt a szabadságvágy világéletemben, ezt meg is tapasztaltam. És tudod miért? Mert engem nem nyomtak el az első 7 évemben. Azért. És ezért még azt is hagyták, hogy szabad maradjak. Érted? Persze nevelést kaptam, neveltetésem volt, de nem nyomtak el. És azt is megmerem kockáztatni, hogy ebben a 7 évben több szeretetet kaptam, mint a legtöbb ember. De az átlagnál biztos, hogy jóval többet. És ezáltal nem lett elnyomva bennem a szabadságvágy. Érted? Tehát ha egy ember nem szabad, nem lesz boldog. Hát ilyen mesék vannak, amikor a kutya meg a róka beszélget. Érted? Mesében. És ugye a róka azt mondja, hogy ő nem áldozná föl a szabadságát azért, hogy kaját lökjenek elé. És ha megnézzük, akkor az emberek fizetése egy odalökött valami, érted? Örülj neki, hogy kapsz fizetést. Vagy rosszul látom? Hát gondold végig, egy róka bejárhatja mit tudom hány kilométeres körzetét. A kutya mennyit járhat be? Hát a saját területét, az lehet, hogy csak egy lakás, és ha kiviszik, akkor is pórázol. Mintha az emberek is pont ezt csinálnak. Tehát amíg kimozdulnak a otthonról, akkor is ott van rajtuk a póráz. Érted? Tehát nem gondolod azt, hogy az ember az nem rabszolgának vagy szolgának született? Persze, az 1900-as évek elejéig valaki beszületett egy családba, amely mondjuk szolga volt, esélyese volt az ott beszületett gyereknek, hogy
hogy ő ne szolga legyen. De az már a múlt. A második világháborútól, de már mondhatjuk azt, hogy az első világháborút követően, ez megváltozott. Ha valaki, mit tudom én, alkalmazotti létbe született, mert mind a két szülője alkalmazott volt, meg még lehet, hogy a nagyszülői is, választhatna szabadságot. De tudod, mit csinálnak a pszichopaták? Azt csinálják, hogy az emberek ne válasszanak. Elérik náluk, hogy azzal, amiben benne vannak, abban megelégedjenek. Hiszen a többiek is úgy élnek. Érted? Megnézi a szomszédját, környezetét, hát a többiek is alkalmazottak. Miért akarnék én szabad lenni? Tehát erre csak egy dolgot mondanék, vagy erre csak egy dolgot mondanék. A gazdagok, akik jelenleg gazdagok a Földön, azoknak egy nagyon jelentős százaléka, tehát a túlnyomó többsége a saját életében lett gazdag. És nem örökölte, és nem nyerte a vagyonát. Világos az? Tehát a gazdagok egy kis százaléka az, amelyik örökölte vagy nyerte a vagyonát. A nyeremény az nem annyira jó. Miért? Hát mert tudom, 90 akárhány százaléka pár év múlva ugyanolyan szegény. Tehát az emberek többsége az választott. De ha megnézed, a jómódúak, a gazdagok, tehát nem alkalmazotti létben gazdagok, hanem azok, akiknek saját cégük, saját vállalkozásuk van. Oké? Tehát mit tudom én, itt beszélnek befektetőkről, ilyen Warren Buffett, meg Soros György, mindnek van cége, és ő nem magánszemélyként fektet be, hanem a cégein keresztül. Csak hogy tisztában legyetek ezzel. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy a magánszemélyek azok nem gazdagok. Ha megnézed, Bill Gates is hogy lett gazdag? Hát a Microsofttal, mint céggel. Világos ez? Oké? És minden gazdag ember az cégtulajdonos. Minden jómódú ember az cégtulajdonos a világban. Érted? Nem magánszemély. És ez mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy a cégtulajdonosoknak használniuk kellene az eszüket. De hát a legtöbb embernek azt tanították, hogy majd lesz egy jó állásod, és lesz jó fizetésed. Tehát minél jobb szakmád legyen, minél keresettebb szakmád legyen, és akkor annál jobb fizetésed lesz. Vagy nem ezt tanították? Hát most gondold végig, a világ vagyonának a felosztása az úgy működik, hogy nem végtelen mennyiségű vagyon van, meg pénz van, hanem véges. És akkor itt egy számít, hogy milyen arányban kinél van a vagyon, vagy kiknél van a vagyon. Az azt jelenti, hogy minél kevesebb embernél minél több vagyon van, a többség annál szegényebb. Logikus ez? Ez így van. Ez így van. Tehát ők, azért mondtam ezt példaként, hogy megértsétek, ők úgy tudnak gazdagabbak lenni, hogyha te szegényebb vagy. Világos ez?
Tehát elértek egy gazdagsági szintet, további gazdagodást úgy érhetnek el, hogyha a lakosság szegényedik. Világos ez? Ez mindig így volt, mindig is így lesz. Tehát ha megnézed, a világ leggazdagabb családai, nem emberei, családjai, mert ezek családok. Amikor itt egyénekről beszélnek, hogy ki a világ leggazdagabb embere, az nudli ahhoz képest, amilyen gazdagok a családok. Olyan gazdagok, hogy mint ami itt van Magyarország adóssága, és a mellén zsebből kifizetné. Érted? Magyarország adósságát. Nem a vagyonából fizetné ki, a mellén zsebből. Hát jó nagy mellénzsebe van. Szóval ma a világ leggazdagabb családjai olyan gazdagok, hogy a királyok soha nem voltak olyan gazdagok. De az egész bolygón soha nem volt annyi nélkülöző, mint most. Soha. Oké? Na most ugye ezeket miért mondom? Mert szeretném, hogyha elgondolkodnál ezeken a dolgokon, mert ha jobban megnézed a jelenlegi világunkat, ugye azt kérdeztem, hogy mennyire vagy elégedett. Az életszínvonalad az nem javulni fog, hanem romlani. Tehát még egyszer mondom, ahhoz, hogy ők gazdagabbak legyenek, neked még szegényebbnek kell lenni. Érted? Ha te az átlag közé tartozol természetesen. Márpedig ugye a legtöbb ember az átlag ember. Pár év, és egész Nyugat-Európába el fog tűnni a középréteg. Lesznek az igen gazdagok, meg az igen szegények. És ez elindult, a középréteg kiszipolyozása, eltüntetése. A középrétegnek az igen nagy százaléka az jól kereső alkalmazott. Oké? Nyilván azt nem lehet csinálni, én erről már beszélek, vagy 15 éve, hogy azt mondani, hogy holnaptól megvonjuk mondjuk a nyugdíjakat, vagy megvonjuk mondjuk a szociális ellátást, vagy megvonjuk a teljes szociális ellátásra gondoltam, vagy megvonjuk mondjuk a fizetéseket. Mert ugye miért, hogy tudnák megvonni? Úgy, hogy akkor azt mondanák, hogy nagyobb adót kell fizetni a cégeknek, az állam felé, és ugye ezáltal kevesebbet tudnak kifizetni a dolgozóknak. De ugye ebből lázadás lenne. Ezáltal, hogy a lázadást elkerüljék, mondom, erről már vagy 15 éve kezdtem el beszélni először. Azt csinálják, hogy el kell értékteleníteni a pénzt. Oké? Tehát, ha megnézed, hogy mennyit értéktelenedtek el a pénzek, hát ebben a magyar forint az vezető szerepet játszik. Oké? Tehát én néztem ezzel kapcsolatban konkrét statisztikákat. A különböző valutákra nézve, hogy mennyit csökkent az értéke, mondjuk az elmúlt mióta, mondjuk a 40-es évek óta. Az hány éve? 60-80 éve. Tehát mondom, a forint az vezető szerepet játszik az értékcsökkenésben.
De ha megnézzük mondjuk a dollárt, hogy mennyit ért mondjuk 100 dollár mondjuk a 40-es években, meg most mennyit ért 100 dollár a 40-es években, hát akkor valami, nem is tudom, sokszoros különbség van. Tehát sokszoros különbség. Tehát úgy csinálják azt, hogy szegényedjenek az emberek, hogy a pénzt elértéktelenítik. És ugye a pénz értékét nem egymáshoz viszonyítva kell nézni, hanem az alapvető termékekhez képest. És ha megnézzük az alapvető termékeket, mondjuk a forint esetében, akkor ugye én még úgy születtem, hogy a legolcsóbb kenyérnek a kilója az 3 forint volt. Ugye az a félbarna meg a barna kenyér volt. 3 forint. A fehér kenyér volt 3,60. Most ahhoz képest azért nézd meg, mennyibe kerül a kenyér most. Egy kiló. Hm? Tudja valaki? És az hányszoros? Az azt jelenti, hogy a forint értéke 300, hogy is mondjak, 300-ad, nem 300-ad, 300-század. Hát egy, az azt jelenti, hogy ugye 300-szor kevesebbet ér. Jó, hogy érthetőbb legyen, mert valahogy a nyelvünkben nem lehet ezt jobban kifejezni. Tehát 300-szor kevesebbet ér. Érted? És nem 80 év alatt, hanem olyan 40-valány év alatt. Tehát fele idő alatt. Érted? Tehát nyilván ezt úgy csinálják, hogy akkor van egy jövedelememelkedés is. De ha az infláció egy kicsit elszalad, akkor sose emelkedik olyan mértékben a jövedelem, mint amilyen mértékben az infláció. Tehát az nagyon-nagyon ritkán volt az első 80 évben a világban, hogy a jövedelmek nagyobb mértékbe emelkedtek, mint az árak. Tehát az élelmiszerárak. Tehát nem átlagárakról beszélek, hanem élelmiszerárakról. Oké? Okay? Mert ugye voltak olyan országok, ahol az átlagárak az kisebb mértékben növekedett, de elsősorban a műszaki termékek miatt. De a műszaki terméket nem veszel naponta, vagy hetente. De élelmiszert, az van, amit naponta, van, amit két naponta, van, amit hetente veszel. Vagy max. két hetente, ha többet veszel. És ez azt jelenti, hogy ebből kell kiindulni, ez az alap, hogy az élelmiszer árakhoz képest hogyan áll az adott valuta. És ennek a kiinduló pontja például Magyarországon én úgy gondolom, hogy a kenyér. Mint alapvető élelmiszer. Nem a hús az alapvető élelmiszer. Nem. Nem a sajt, nem a tej az alapvető élelmiszer, hanem a kenyér. Oké? Okay? Legalábbis itt nekünk, magyaroknak. És ez a kiinduló pont, hogy vajon van-e elszegényítés. Vagy hogy ugyanahhoz az életszínvonalat megéld, hát többet kell dolgoznod. Mert ugye ez van. De az még nem azt jelenti, hogy jobban élsz, csak megpróbálod szinten tartani magadat. Tehát, ha egy emberben van egy kis kurázsi, akkor azt mondja, hogy
gondolkodni kellene. És azt mondja, hogy üzletileg szét kellene nézni, hogy mivel lenne érdemes foglalkozni. És ha az ember körülnéz ebben a témában, akkor rá kell jönni, hogy olyannal kell foglalkozni, amit kevesen csinálnak. Oké? És nagy az igény rá. Hála Istennek, én ezt mondom 13 éve, hogy hála Istennek el fog jönni az az időszak, eljött az az időszak. Ami a következő. Hogy az emberek olyan helyzetbe kerülnek, hogy egy kiút van. És az a személyiségük fejlődése. Nincs más kiút. És ha megkérdezed a értelmesebb embereket, úgy értelmesebbek, hogy az ismerőseid között, és azt mondod, hogy személyiségfejlesztés, akkor az értelmesebbjei azt fogják mondani, hogy hát arra igazán mindenkinek szüksége lenne. És mi azzal foglalkozunk, hogy fejlesztjük az emberek személyiségét. Okay? Hogy maga az egyén jobban tudjon boldogulni a saját életében. Hogy az állati énjét a rossz hangulat ne hozza elő. Miért? Mert nem lesz rossz hangulatba. És ha az emberek nem lesznek rossz hangulatba, akkor képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Érted? Azért, hogy létrejöjjön egy új korszak a Földön, aminek létre kell jönnie azok szerint, akik közrejátszottak abban, hogy most ez a jelen emberiség létezik és van. Oké? És ha ezen a bolygón nem lesz 2035-35-ig aranykor, akkor lesz egy nyolcadik emberiség, csak nem ezen a bolygón. Oké? Hanem van egy másik bolygó, innen jó messze, nem a naprendszerünkben, hanem sok naprendszeren túl. Ugye azt tudjátok, hogy a világegyetem az forog egy pont körül. Egy pont körül forog. Az egész világegyetem. Ugyanúgy, mint a nap körül keringenek a bolygók az összes. Az egész világegyetem egy pont körül kering. És attól a ponttól jó messze kinn a szélén van létrehozva egy bolygó. A nyolcadik emberiségnek. Oké? És akkor oda lehet újra inkarnálódni, ha itt nem lesz aranykor. De mi azért vagyunk, hogy ezen a bolygón legyen aranykor. Ugyanis üzenem azoknak, akik nem szeretnék, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Jó? Én meg adok egy üzenetet nekik, hogy ti sem fogjátok túlélni, jó? Mert hiába építetek magatoknak bunkereket, ha a bolygót fogják és szétrobbantják, ugyanúgy, mint a Mardu bolygót a Mars és a Jupiter között. Oké? Milyen egyszerű? Mert ez a bolygó csak akkor maradhat itt a naprendszerben, hogyha az emberiség, amely él rajta, kellően magas rezgésű. Pont. Oké? És ha nem teszünk azért, hogy ez az emberiség meghatározóként kellő magas rezgésű legyen, és ez meghatározza a bolygó rezgését, akkor ez a bolygó magától soha nem lesz magas rezgésű. Világos ez? Jó? Úgyhogy ha itt bárki arra bazírozik,
számít, arra számít, hogy majd ő túlél, ha nem lesz aranykor, mert ő neki van bunkere, meg akármilyen, óriási tévedésben van. Ugyanis a Föld eredendő tervezete az 7 emberiségre lett tervezve, és nem 8-ra. Világos ez? Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a lebilincselő első részt arról, hogy milyen fergeteges dolgokkal készülnek az emberiség ellen itt a Földön, ugye, és a megoldások itt nálunk megtanulhatóak, hogy hogy kéne ezt áthidalni, kiküszöbölni és jobbá tenni az életünket. Persze, ha te is akarod, a képen nézi az előadást, és tennél is érte, hát akkor itt a helyet köztünk. Én teljes mértékben tisztában vagyok avval, hogy az életem egyik legjobb döntése volt, hogy ide eljöttünk tanulni, és azóta is, hogy tanulunk. Mert igenis ezáltal lett sokkal jobb az életünk. Azt hittem, hogy nagyon sok mindent tudok már az életről, kiderült, hogy lehet, hogy tudtam, de nem jól használtam azokat az ismereteket. És itt igenis helyre kerültek a dolgok, és helyre került az, hogy mit, mikor és hol kell használni. Igazi Ibolya? Ez így van. Ahogy itt hallgattam a képzést, és közben beszélt arról a mesterünk, hogy valóban járunk iskolába, ki meddig, és valóban igaz, hogy nem kapjuk meg azt a tudást, azt a tanítást, amikor kikerülünk a nagy életben, akkor hogyan is kezdjük el kezelni a életünket, hogyan is boldoguljunk az életben, a világban. És ha én nem jöttem volna ide tanulni, akkor nem kaptam volna meg azt a minőségi szabad életet, és egyre boldogabb életet, ami által már most mi élünk, amiben élünk. Mert, mint ahogy az első előző részben is, hogy amikor a kezdésben elmondtam, hogy itt valóban egy olyan tudást kapunk, amit be tudunk építeni az életünkbe. És ez a legfontosabb, mert ha nincs meg a tudás, hogy hogy kezeljük az életünkben, akár önmagunkat, ami körülöttünk van, a család, a gyermekem, a munkám, ide tartozik a pénz, a környezetem. Ha ezeket nem tudom kezelni, soha nem leszel boldog és szabad ember. És én nekem nagyon tetszett az is, amikor most már 8,5 éve, hogy én itt tanulom, hogy előtte nagyon sokféle képzésen voltunk. Egyik az, hogy nem kevés pénzt fizettünk érte, a másik pedig az, hogy az országnak hol egyik részébe, hol másik részébe, tehát utaznunk kellett, az is költséggel járt, és itt kezdjétek el a képzéseket, otthon tudod hallgatni, online élőben. Nekem az is nagyon tetszett, hogy ez rendszerességgel minden szerdán 18 órától, minden vasárnap 16:30-tól vannak a képzések, és ezek mindig. Tehát nincs megszakítás, nincs nyári szünet, és megvan a rendszeresség. Ami nagyon fontos ahhoz, hogy egy folytonos fejlődés alatt legyünk. És nekem ez is nagyon szimpatikus volt. Itt nálunk úgy van, hogy van a díjmentes, amit most hallottunk. A díjmentesek után általában mindig van a 30 perc szünet, és igazából a második részben vannak a tanítások. Ami az első rész is nagyon tartalmas szokott lenni, és sok minden információt átad a mester, akkor képzeljétek el a második részben, mi van. Tehát ott van azok a módszerek, amivel tényleg valóban elérsz egy minőségi szabad életet. És én azt mondom mindenkinek, aki régóta hallgat, és még nem tanul itt, akkor gyere el. A képzéseknek a díja egy olyan csekély összeg, amit már azt mondom, hogy szerintem megfizethető. Ez úgy van, hogy első hónapban 19.700, a második hónaptól pedig 12.500 forint a tandíj, tehát ez teljes mértékben megfizethető. Gyere és próbáld meg, nézd meg, hogy milyen a mesterünk, Szedlacsik Miklós, a közösséget, és akkor
Döntsd el, hogy szerinted itt a helyed vagy sem. Mi egy politikai és vallásmentes szervezet vagyunk, tehát ide bárkit szívesen várunk és látunk a lelki fejlődésben. Hogy érti Ibolya a politika és vallásmentességet? Én tudom, hogy itt vannak olyanok, akik kereszténynek vallják magukat, vannak buddhisták, vannak természetgyógyászok, vannak orvosok, itt mindenféle ember tanul, anélkül, hogy sérülne az ő vallása vagy identitása, úgy tud itt tanulni és beilleszteni az életébe ezeket a tanításokat. Tehát nem kell félni attól, hogyha te azt gondolod magadról, hogy nem idevaló, vagy ki kell próbálni. Én tudom nagyon jól visszaemlékezve 9 évvel ezelőttre, hogy talán 4 hónapnak el kellett telni ahhoz, hogy egyáltalán rájöjjek, hogy hova kerültem. Addig csak így hallgattam az előadásokat, és igazából be se jött, mert ugye meg kell szokni az ilyen hétköznapinak tűnő, de igen magas röptű előadásokat, hogy úgy fogad be, ahogy valójában hangzanak azok. Nem is elég egyszer meghallgatni egyébként. Még az sem, amit te úgy hallgatsz, hogy hát ebben nem sok információ volt. De hogy nem, az tele van információval, csak hogy valahogy ide nem ment be. Ide, itt. Vagy kívül van a szűrő, vagy belül van a szűrő. Ezt úgy kell hallgatni, hogy úgy hallgatom, hogy hűha, holnap mit tudok bele használni. És akkor lesz belőle igazi tanítás. És hát mesélti Tibolya a második részről, mégis hogy tudsz felcsatlakozni? Hát igen, egyszer ugye a Facebookon már rengetegen foglalkozunk szervezéssel. Keres egy számodra szimpatikus szemét, aki a mentorod lehet, ővele felveszed a kapcsolatot, és mindenben segíteni fog neked, hogy mehetsz tovább, és onnantól nem is vagy egyedül, mert onnantól ő tud neked tanácsot adni, hogyha valamiben kell. Másrészt ugye, hogyha meg nem értés van a tanításokban, azt is el tudjuk mondani, hogy hogy érti a Szedlacsik Miklós, amit te nem értesz. És hát most, aki nem tanuló, az miről marad le a második részben? Ugye most gyereknevelésről van szó. Sokan erre azt mondták, őket nem érdekli. Hallottam is, hogy hát gyereknevelés nem lesz gyereke, vagy már felnőttek. Igen ám, de itt ez a gyereknevelés kulcs úgy van előadva, hogy nálad mit rontottak el, majdnem más szóval mondtam. Tehát, hogy nálad gyerekkorban mit rontottak el? Ez nagyon tanulságos, mert hányan szeretnék ezt felkutatni az életükbe. Számtalan módszerrel én is utaztam vissza, utaztattak, meg megtanultam, hogy kell csinálni. Itt sokkal egyszerűbben meg lehet tanulni, meg lehet csinálni. Miért kell egyszerűbben? Mert ezt tömeges szinten kell csinálni. És nem lehet úgy, hogy egy ember egyel foglalkozik, vagy 20-szal. Itt sok száz, meg sok ezer, meg sok millió embernek kéne rájönni arra, hogy az, amit belénk neveltek, az a jövőben nem jó semmire. Nem fogod tudni használni. Alkalmatlan lesz arra a következő világra, ami következni fogod, a más tudás kell. És ezért kéne rájönni, hogy mit kell kiszedni magunkból, és erre alkalmas a gyereknevelés coach 100%-ban. Még nekem az jutott eszembe egyébként, hogy itt nálunk van 26 nagy témakör, tehát bármikor be tudsz csatlakozni, mert ez körforgásban megy. Tehát semmiről nem maradsz le, és bármikor csatlakozhatsz. Vagy ha úgy érzed, hogy téged érdekel, akár a gyereknevelés előtt, mi nekünk most a szeretetteremtő coach volt, vagy van etika, vagy ha téged érdekel, akkor ezt úgy, hogy megvásárolhatod, tehát a tananyagot, és meg tudod hallgatni. Tehát itt nagyon rugalmasan kezelünk mindent. Hát azt mondom, hogy elmondtunk nagyjából mindent ide az első részbe. Most 30 perc szünet fog következni, tehát 19:50-kor fogunk majd kezdeni. Újaknak mondom, hogy most ki kell menni a főmenübe, és akkor vagy belemész a képzéseink menüpontba, és a második rész a jelenhavi élő szeretetteremtőre kattintasz, vagy a kék kockában lévő, ugye, úgy van, narancsára kocka, kék kockában élő kócsképzésre, és az felvisz téged a következő adásra majd, ami most 30 perc szünet múlva fog ugye következni. Mindenkinek jó döntést kívánok, ne sokáig húzzátok, gyertek, várunk benneteket szeretettel, szeretünk benneteket, sziasztok!